A Budakalász elleni mérkőzés jelenti a következő megmérettetést az SBS Eger számára. Egy kiemelten fontos mérkőzés lesz ez a bennmaradás szempontjából. Mit gondolsz, milyenek az előjelek, az esélyeket illetően? Hogy látod a helyzetünket? De egy idegenbeli mérkőzés mindig jóval nehezebb, mint hazai pályán. Igaz, hogyha azt veszük figyelembe, hogy a hazai pályán ott van a győzelmi kényszer a közönségünkkel szemben, ám bár itt is valószínűleg el fognak minket kísérni egy páran a tűrszurkolóink közül. A csapat úgy gondolom, hogy felkészült, meg fog mindent tenni a győzelemért, mert biztos 2 pontért utazunk, az egyértelmű, igaz, hogy ebben lesz beleszólása az hazai csapatnak, mert ő végképp az életéért küzd, ez az egyik utolsó szalmaszál, amiben kapaszkodni tud, és az előző meccséget megtekintve az ember azt gondolja, hogy akár ők is győztesen kikerülhettek volna azokból a csatákból, 1-2 góllal múlták őket felül, szóval nem lesz egy könnyű menet Budakalászon. Mit gondolsz, hogy mi lehet a sikerünk záloga? Te ugye kapus edzőként elég alaposan kielemzed rendre az ellenfeleket. Most mit látsz? Hát belső posztokon elég jó lövőjük vannak. Szinte minden posztra megvan 2 emberük, és általában az egyik mindig beszokott találni. Szóval ha ezeket a átlövéseket meg tudjuk szűrni, és ebből mi könnyű gólokat tudunk lőni, a kapusaink hátul a védelem mögött meg tudják ezeket a lövéseket szűrni jó százalékkal, akkor igenis nagy esélyünk van arra, hogy a szombati mérkőzésen bebiztosítsuk a győzelmünket.